A jó hangulat mellett a hagyományok is megelevenedtek a bátaszéki székelyek baráti körének támogatói báján. A résztvevők az egyesület munkáját is támogatták, hangsúlyozta a szervezet elnöke. Ez egy régi hagyomány, hiszen ha székely, bál és bátaszék, akkor ez a 28. alkalom lesz. Volt egy kis törés benne, és 2016-ban mi egy következő generáció újra gondoltuk a bál kérdését 9 év szünet után, és így most a 8. alkalommal tartjuk meg. Régen sem csak az egyesület tagjai vehettek részt ezen, hanem úgymond baráti körök, kisebb baráti társaságok, de azt gondolom, hogy az év, tehát ahogy teltek, múltak az évek, egyre inkább a tagságunk növekszik, és ezért a tagság szeretettel veszi részt rajta, és hát a támogatói szó az annyit jelent, hogy a belépésével, a belépő kifizetésével az egyén az egyesületet támogatja. Nyilván van egy költsége magának a programnak, de minden, ami e fölött van, illetve a tombola bevételünk, az a közösségi házunknak a fenntartására, építésére és szépítésére fog menni. A hagyományos minden esetben a székelybálban az, hogy van egy kis kulturális program, ami lehet mese, ének, tánc, zene, bármi, ami ehhez tartozik. Mi ma a Sebestyén Istvánt látjuk vendégül, aki én azt gondolom a sokak számára ismert, főleg a Székely magazinban, hiszen István a bukovinai székelyeknek a nagy vicces mesemondója, illetve hát a népművészet mestere, kitüntetett címnek jogos és büszke tulajdonosa, és utána a Székely Unokák Tánccsoport egy tán még sosem látott koreográfiát fog előadni nyitó táncgyanánt. A tánccsoport számos alkalommal megmutatja magát, így a próbáik is rendszeresek, ahol most egy rendhagyó koreográfiát sajátítottak el a bálozók szórakoztatására. Minden héten próbálunk, gyerekeink és az unokák csoport, a dédunokák csoport minden héten kedden tartja a táncpróbáját, két turnusban, egy 3/4 óra van az óvis korosztálynak, és egy 3/4 óra az alsós iskolás korosztálynak, illetve vasárnap délutánonként 2,5-3 órán keresztül pedig a felnőtt tánccsoport tartja a próbáját, immáron 26-28 fővel. Én minden egyes bálban az elmúlt 8 évben így fogadtam a vendégeket ebben az öltözékben, és volt olyan bál, amikor táncoltam, volt, amikor nem táncoltam, de azt gondolom, hogy ha a székely bálról van szó, és valakinek van a szekrényében ilyen öltözék, az vegye elő legalább az első néhány ütemig és az első néhány táncig, majd utána természetesen átöltözhet, mert bár elegáns és szép, de amikor elkezd izzadni az ember a tánc közben, akkor nem biztos, hogy nagyon kellemes. A közösségépítés fontos az egyesület számára, így azok az események is, amelyeken együtt tölthetik szabad idejüket és ápolhatják hagyományaikat. A kettő nagyon szorosan összefügg, valamint hát a közösségi ház, az maga a nevébe is benne van, akkor van értelme egy közösségi háznak, és akkor van értelme azt építeni, szépítgetni, hogyha be is tudjuk lakni. Tehát vannak emberek, akik bizonyos időközönként összejönnek, és így legalább van hol összejöjjenek. A hagyomány ápoláshoz fontos az adott népcsoport kultúrájának ismerete. A bálon minden alkalommal megelevenednek a székely táncok, amit bárki el is sajátíthat. Nem csak a táncsoport, mi tudjuk megélni ezeket a dolgokat, hanem mondjuk egy kis műsorral, egy kis bálmenyitóval. Azok, akik szeretnek minket, vagy követnek minket a Facebookon, így élőben is megtapasztalhatják, hogy milyen az egész, hogy élünk, hogy éljük meg a hagyományainkat. Azok a lépések jönnek elő, amiket a tárcsoport próbáin mindig gyakorlunk minden egyes héten. Az esten Sebestyén István bukovinai székely mesemondó is szórakoztatta a közönséget. Édesapám kies osztotta a szerepeket a komasszonyok között, mert Trézsi keresztanyú, akult a hadügyminiszter, mert mindenkivel perlekedre. S Rózsi keresztanyú, akult a fejkentős, titokügyi miniszter. Már olyan titok nem volt a faluban, miről ne tudott volna. A vidám történetek után a bátaszéki székelyek baráti körének bája jó hangulatú mulatozással folytatódott.